Székelyföld őstehetségű birkozó olimpiai bajnoka Lőrinc Márton a Sóvidék központjában Korondon született. Lőrinc a legkevésbé ismert magyar olimpiai bajnok. Életútja a szakirodalom legnagyobb fehér foltja. Ahány életrajz vagy sportlexikon, annyi születési és elhalálozási dátum szerepel benne. A sportlexikonokat figyeltem, akkor láttam, hogy különféle dátumok vannak megjelölve. Ezért a korondi polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjét megkértem, hogy elő tudná-e keresni. 1911. október 23-án született. 144. gyereknek volt beírva Korondon. Gyermekként, majd ifjúként éli meg a trianoni traumát, ami elől Magyarországra menekül. Márton Bújdasol volt. Bément udvarhádi. Ott volt 3 esztendei, mint inos. Onnét ment át a Magyarországra. Elég körülményesen. Ott dolgozott a helyébeki asztalos Mihályba, onnan aztán indult el, Szegléden volt meg a legelső vizsgálaton, 8 percig hattal küzdött, győzött. 1932. július 20-át írtak. A magyarországi versenyeket a nemzetközi megmérettetés követte. 1934-ben Stockholmban a szabadfogású ebén aranyéremmel robban be a nemzetközi élmezőnybe. Rá egy évre sérülten is ezüstérmet szerez a brüsszeli ebén. Sportolói pályafutásának csúcsa Berlin, ahol a Deutschlandhalle szőnyegén svájci, belga, észt versenyzők tusolása után a döntőben a két világégés közötti legnagyobb északi birkozót a svéd Svenssont 3-0-ás pontozásos győzelemmel múlja felül. A kiírás szerint az aranyérem mellé egy tölgyfacsemetét kaptak a bajnokok, amelyet saját szülőfalujukban kellett elültetniük. Márton esetében viszont a haza elhagyta a szülőföldet. A sportolót Szentesváros fogadta fiává, ott magasodik ma is az olimpiai tölgy. A siker után a romániai sportvezetés megpróbálta hazacsalogatni, ám sikertelenül. Rengeteget hívtak vissza, hogy jöjjön vissza, induljon román színekbe, mert van a jövente. Engedte, 2 kerek hétig állandóan foglalkoztak, nagy szenzációs betűkkel, gyere vissza, jöjjön vissza, és akkor azt hívta vissza, hogy igaz, hogy Román Adélából jöttem el, de édesanyám székely asszonyokat. Rábéfejezte. A második világháború után elmenekül az orosz csapatok elől. 2 évig Nyugat-Európában edzősködik, majd Argentinában telepedik le. Neki el kellett menekülni. Ő, mint menekült készült, érkezett Magyarországra 30-as évek elején. Miután 1944. augusztus 23-án újból Románia része lett Korond, veszélyes lett volna hazatérnie. Buenos Airesben autófényező műhelyt nyit és birkozó órákat ad. Itt hal meg 1969-ben tüdőrákban. 2003. január 22-én a Kultúra napján kaptam meg itt volt testvérének az imádságos könyvébe egy levelet, amelybe tudatta, hogy Márton 1969. augusztus 1-én halt meg, mivel nem volt senkie, Buenos Aires város temettette el. Arról, hogy a Sóvidéken magyar olimpiai bajnok született, nem lehetett beszélni Ceausescu diktatúrájában. Az 1989-es fordulat után is 10 évnek kellett eltelnie, hogy szülőföldjén méltóképpen emlékezzenek rá. Már 6 éve Lőrinc Márton ifjúsági birkozó emléktornát rendeznek Korondon, és az épülő sportcsarnok is a berlini hős nevét viseli.